Na csavó, itt Robin Kulis, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Itt vagyok az Óbudai autóbuszgarázs nyílt napján. Nem a bejárattól kezdtem. Mire szálljunk fel először? Erre az Ikaruszokra. Mert én úgy csinálom, hogy kijövök, persze nem videózok, hanem így megnézem magamba, meg mit érdemes levideózni, körbejárom. Épp még nem is voltam ma még. Szóval akkor kezdjük ezzel nekem is újdonsággal. Na, igazából szerintem egyébként azért jó nyílt nap ez most, ez sokkal, mint a Kelenföldi, ez ami katasztrófa volt. És nagyon sokan így gondolják, senki nincs itt. Ide beülök és megnézem, hát kényelmes nagyon. Bár járnak még ilyen buszok is az újakkal együtt, és tök jó lenne. Szerintem tökre meg tudnának egyezni. Na, jár ilyen kis járat is. És Kelenföldön akkora nagy tömeg volt, gyerekek, meg kicsi volt a tér. Nem lettek volna annyian, tök kevesen lettek volna, csak hát akkora nagy tömeg volt. Hajtot azt be lehet zárni? Be lehet. Senki nincs itt, hogy rám szóljon, hogy egy biztonsági őr. Ezen nincs gumi, ha-ha. Ezen nincsen még gumi, gyerekek. Na jó, de itt mondjuk itt azért itt szélesebb, és ki tudod dugni a kezed. De oda zárja a kezed, ez eltörik. Várjatok meg most, hogy már nem tudom kinyitni. Mármint így egy kézzel. Na várjatok. Na gyerekek, itt ne zárjátok be az ajtót, mert nem lehet belülről kinyitni. Nincs kapaszkodó sem, meg úgy semmi. Kívülről kértem meg a izét. Fiatal embert, hogy legyen szíves, lökje már be ráncon keresztül. Megköszöntem persze, szóval megköszöntem neki. Rendes is volt. Beragadtok, szóval ott ne nyitogassátok azoknak a ajtaját belülről, maximum kívülről, mert nem lehet belülről kinyitni. Feszegettem, nem sikerült. Na, ennyi. Kisebb beszorulás után, két perc beszorulás után, nézzünk mondjuk egy Solaris Rolli buszon. Minden nap ezzel vagyunk. 81-21. Mindennapos Solaris. Nagyon csípem őket egyébként. Az ajtót természetesen nem lehet behúzni, csak így eddig. A ventugrás ajtó, ugye, nagyon király egyébként. De most ezen nincs is mit mutatni, mert most minden nap ezzel a járműveket, minden nap ezeket a járműveket látszik forgalomba. Szóval, ja, inkább a retro nosztalgiákat nézzük. Hát ezért meg vagyok halva ezért a buszért, ez nagyon király, mert nem is láttam. Ikarus 415-ös. Azt hiszem, nem vagyok akkor a nagy Ikaruszos csávó, persze rajongok értük. Ez zöldülés, ez annyira tetszik. Voltam ennek N74-es nosztalgia járton, mi van róla videó, tudjátok. A sárga kapaszkodós 280-as Ikarusszal, amikor mentünk, van róla videó, N74-es nosztalgia járat, meg tudjátok nézni YouTube csatornámon. Mi az? Szóval annyira nem hozott lázba, bármilyen retro is volt, ez lázba hozna, ezzel mennék nosztalgiáratozni. Ez a zöld, Zelika, meg ez az egész kinézet, ez nagyon tetszik. Ezt az ajtót nem lehet behúzni, ez valahogy úgy ki van szigetelve. Szóval ezt nem is lehet, de második ajtót elvileg már be lehet. De majd szólnak, hogy ez se lehet, mert ezt is kiakasztották. Szerettem nagyon. Nem, ja, nem, ezt nem akasztották ki. Csak elég nehéz behúzni azért. Azt hiszem kiakasztottál, de nem tudom, hogy nem erőlködtem nagyon rajta. Talán lehet bezárni ezeket az ajtókat. Aztán. Nehezek ezek. Már nem azért nehéz, csak hát, ha le van ez szigetelve. Csak mi meg feszegetjük, ugye. Nem én bezárom nektek akkor ezt az ajtót. Na. Tényleg nem könnyű kinyitni, már könnyű, de bezárni valahogy ezt nem. Amikor két gumi összeér, akkor nem tudom, mi történik. Két kézzel zárom inkább. Psss.
Igen, mondom, kinyitni könnyű, bezárni, ez nehéz nagyon. Hát nagyon könnyű, és a legjobb ajtó 412-esnek. Narancsáról kapaszkodós 412-esnek. Könnyű az ajtaja. Pedig edzek én, szóval nem vagyok egy puncs gyerek. Puncs zsávó inkább. És ez be se lehet... Ki se lehet ezt nyitni, mi? Nem, ezt nem lehet, ez mágnesebben van zárva. Jó, akkor az első ajtó. Nézzük meg. Azt be lehet-e húzni. Majd most szólnak. Nem szerintem ez sem lehet. Nem is lehet ez elvileg. Ezt nézem azért. Á, ez nem lehet, szerintem ez ellenkezik kifelé. Mindegy, akkor ezt nem lehet. Még egy képet itt lövök. Nem így, akkor inkább így. Ennek is nagyon szar az ajtja amúgy. De ez viszont nagyon lázba zizik a rusz is. Iszonyúan lázba hoz. Nézd, mi potyog ki ebből az ajtóból, Jézusom. Ott a hamu vagy nem is tudom a... Ez olyan nehéz ajtó. Volt netfit, 40 kilót szorítottam, szóval nem a erővel van a probléma. Edzek én keményen gyerekek, szóval nem az erővel van probléma, mindenki szemből ezekkel az ajtókkal kinyitáskor. Potnyi kinyitva, és akkor így a rozsda potyog ki az ajtó. Ez igen, nagyon nehéz. Egy kicsit lemegyünk gyerekbe, ez egy nyílt nap, hát itt felnőttek is szoktak amúgy hülyéskedni. És megmondom az őszintén, felnőttek is szoktak itt hülyéskedni, nem csak a gyerekek. Na akkor még ezt én kinyitom, gyerekek. Az is ellenkezik az ajtó. Mivel nincs benne levegő, hogy nem fogod élni kihúzni. Nincs olyan levegő benne? Hát hogy lenne levegő benne? Ennek nagyon könnyű az ajtó, ennek nagyon jó. Na ezzel. Na is nagyon érdekes ikaruszos, itt az egyedi ikaruszok van, nem mint a kedvenföld nyílt napnál. Ennek nagyon könnyű az ajtaja. Egy ujja be tudom tolni. Ennek ilyen könnyű az ajtaja. Rácsukom a kezemre. Arra is nyugodtan. Látjátok azért? Az igen. Az igen! A tesóm volt. Nem tudom, mi volt ez. Jó, nyilván nem erről fog szólni gyerekek a videó, hogy az ajtóval játszok, szóval nem vagyok egy már kisgyerek. Tényleg elfelejtettem, hogy tegnap előtt volt a születésnapom. Most a május 25-e, 23-án volt a születésnapom. Most ottem 15 éves, szóval egyszer lehet hülyéskedni, de most nem akarok gyerekessel lenni már. Szóval nem annyira. Figyeljetek, ez a nyílt nem sem nagyon hoz lázba. Alig lehet valamiben beülni. Dupla csukló sikaruszt meg sem nézem. Nem tudom, még az Aldival még megyek egy kört, azért azokról láthattok majd videót, aztán ez így autóbuszgarázsban egy körbe visz. Aztán ennyi gyerekek, ennyi, most nem tudok itt mutatni, tényleg sok járműbe be se lehet szállni. Szerintem ezek a nyílt napok egyre kicsit kezdenek gyengébbek lenni, én azt gondolom. Hát de, hülyéskedek. Na. Még ott mondták, hogy nincs benne levegő az ajtóba, azt hát nem is sok azért nem lehet kinyitni. Hát igen, nincs az ajtóba levegő, így akkor persze manuális az ajtó, de ilyen nehéz. Szerintem valami van, valami levegőszívban, nem tudom mi van ebben, hogy ilyen nehéz kinyitni. 42-nek tök könnyű egy ujja ki lehetett nyitni. Azt valaki vágta az ajtót, hogy
szerintem leszakad. Na mindegy, szóval nem... igazából csak az ajtóra tudok ráfókuszálni, mert itt sincsenek túl sok annyi dolog, ami olyan fűdön annyi érdekes tud lenni. Még azt a VPU 4 29-es, ezt megnézem, aztán ennyi gyerekek. És itt egy SKN, csomóba se lehet szállni, fülkébe se lehet beszállni. Az ez még érdekes itt. És a lényegek ott állnak bent, SKN, meg PCC, PTG, ezek ott állnak bent, szebben nem lehet beszállni. Na itt. Mint ez ilyen vasút, itt közlekedik, itt ilyen vonat. Na, szele is szállok. Icarus. Miért csak az Icarusra fókuszál a BKK-t? Miért nincsenek ilyen korhű járművek is? Mányit úgy, hogy korabeli. Simán kihozhattak volna mondjuk egy, csak mondok valami Volvo hibridet, mint a Télpestibe. Télpesti volt a legjobb nyílt nap. 2023-asok. Azokra nem tudtam pont kimenni. Külföldön voltunk, de... Ah. Na, várom akkor a izét. Konnektót visz egy kört a garázsba, aztán ennyi, gyerekek, tényleg. Most azért ez egy jobb nyílt nap, de nem tudnék itt órákat itt se eltölteni. Egy vagy másfél órát. De meg azért klassz, klassz, meg jó egyébként. Meg is ismertek, nap annyit se konnektó. Meg is ismertek többen, most már felismertek, szóval ez tök jó. Egyébként. Eljutottunk idáig, 1700 iratkozó, nem felugrok erre a buszra. Addig erre lassan jobban rajongok, mint az Icarusokért. Nem vagyok akkora nagy Icarusos. Van egy-két, amelyet nagyon rajongok, de én nem vagyok akkora nagy Icarusos. Én megyek leghátra. Valami jó szöbbi próbálom neki a gyerekek videózni az egész eseményt. Nem tudom, hova menjek, hogy amelyek a másik ajtóhoz felán. Vagy mennék kéne előre. Előre kéne mennem akkor ide. Kék ide. És akkor ide lehet látni az előtered. De akkor meg oldalra nem látok. Á, nem tudom. Odaállok. Bocsánat. Tovatunk. Ez is ritka a busszal tolatás. Külön jár. Nem tudom, van ez még. Trollbusszá átalakított Icarus. Én inkább ezeket az új buszokért rajongok, ezekért a régiekért is, de... klimatizált, nekem ezek jönnek be. Üdvözlöm utasaimat és kellemes utazást kívánok. A félreértések elkerülése végett tájékoztatom utasaimat, hogy járatunk nem elsajtós. Először behaladunk a műhelybe. Itt folyik az autóbuszok javítása, napi karbantartása. A terület egy része gyalogosan is megközelíthető. Regisztráltak, azok itt tudnak majd felszállni tesztvezetésre az oktatóbuszokra. Ezt a gyerekek, ott vannak a lényegek. Oldalajtós PCC. Az ezt a rész is megnyithatták volna igazán a nagy közönség számára, én azt gondolom. És akkor azért nagyon rohadt júniát nap lehetne. Így is jó, de azért az még jobb lenne. Sokkal jobb lenne, csak ennyi buszba be lehetne szállni. Ezek után ráhaladunk a mosóra. Ezen a mosón éjszakánként az autóbuszok nagyobb része keresztül halad.
Akik esetleg felülnézetből is szeretnék megtekinteni a telephelyet, azok itt láthatják ennek lehetőségét. És előttünk mellettek, innen szemből jobban látszik, ez itt van szemben egy Icarus 60-as, amiben ez az egyetlen egy darab maradt fönn a világon. Eredetileg 1955-ben készült. Akkor ez a videó ennyi lenne, tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, sziasztok!